évente 45-50 gyermeken végeznek életmentő beavatkozást a Szent László Kórház gyermekhematológiai és ősejtransplantációs osztályán. A csontvelő átültetést követő néhány hetes immunhiányos időszakot steril körülmények között elkülönítő boxban töltik a gyerekek, de ezt követően is gyakori orvosi ellenőrzésre van szükségük. Ezért a kórház területén lévő Déméter házba költöznek, ahol együtt lehetnek szüleikkel, ami erős lelki támaszt nyújt a gyógyulásukhoz. Most lehetőségünk nyílt a Déméter ház bővítésére, de ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, jelentős társadalmi összefogásra, anyagi támogatásra van szükség. Talán a legjobban a világon kórházba utálok jönni. Szerintem ezzel nem vagyok egyedül. Önszántunkból nem megyünk kórházba, kivéve azok a csodálatos emberek, akik ezt a hivatást választották. Az én apám orvos, nagyon korán és sokszor találkoztam ezzel otthon a családban is, hogy mit jelent ez a hivatás, és nem véletlenül nem választottam ezt, nem mindenkinek való. A jó hír az, hogy bármilyen nehéz is nekünk, akár még látogatóként is itt lenni, tudunk valamit tenni. Most például itt van egy gyönyörű épület, ami sajnos egyelőre csak gyönyörű, de nem szolgálja még azt a célt, amit szolgálnia kéne. Úgyhogy mindenkit arra kérek, hogy ahogy én is legyőzöm a nehéz érzéseimet, úgy mindenki, akinek az a szerencsés helyzete van, hogy csak otthon ül a gép elő, és csak mondjuk pénzt kell küldenie, vagy valamilyen más módon tud segíteni, az örüljön neki, hogy a történetnek ezen az oldalán áll. Úgyhogy mindenki segítsen annak érdekében, hogy a Déméter ház új formát nyerhessen.